A tanév vége felé lassan kiengedhetik a gőzt a végzősök. A középiskolai felvételi eljárásban ugyanis már nincs teendőjük, most már csak az eredményre várnak. A pécsi Miroslav Krőles a horvát nyelvű középiskolába. És miért pont ezt jelölted meg? Mert nagyon szeretem a nyelvet, meg a kultúrát. Meg jól tudom a nyelvet is, erőség. A Bajai Szent Istváni általános iskola diákjai közül sokan jelentkeztek gimnáziumba, így központi írásbeli felvételit írtak az év elején. Sokkal nehezebbnek hittem, a matek az nehéz volt, a magyar az nem annyira, és akkor így valamennyire összejött. És ennek az eredményét tudjátok már, akkor láttátok? Igen, láttuk. Azt konkrétan, hogy hanyadik lettem a felvételi alapján, azt, hogy nem tudjuk. Viszont az iskolában már fenn volt. Az előző tanévhez képest sokan javítottak az átlagukon. Lehetne jobb is egy kicsit, de szerintem annyira rossz nem, így amelyik iskolát én választottam, szerintem probléma nem lesz belőle. A pedagógusok szerint ebben az életkorban nagy szerepe van a szülőknek, sokszor ők döntenek az iskolák sorrendjéről is. Ezt a héten még módosíthatták a felvételizők. Német nyelvű iskolába jelentkeztem elsőnek, mert tetszik a nyelv is, és hogyha sikerül, akkor majd kimegyek németbe egyetembe. Te gondolkoztál sorrendmódosításon, vagy az eredeti elképzelés maradt? Nekem az eredeti maradt, így érzem a legjobbnak, hogy ez a sorrend jó lesz. A középiskolák a múlt héten hozták nyilvánosságra az ideiglenes felvételi listát, amelyen a tanulók kódszámát és a pontszámuk szerinti rangsorukat lehet látni. A sorrend természetesen nem végleges, hiszen abban az összes diák szerepel, vagyis azok is, akik nem első helyen jelölték meg az adott középiskolát. Nálunk is a múlt héten, amikor kiderült, hogy most lehet módosítani, hárman megörültek neki, hogy ők módosítanak, mert hogy a sporttagozaton jól a vizsga jól sikerült, de aztán a szülők szóltak, hogy nem, marad minden. Tehát nem nagyon néha egy-két tanulónál, tehát idén nem is módosított senki. A pontok számításánál elsősorban a magyar, a matematika és az angol nyelvet veszik figyelembe. A negyedik és ötödik beszámított tárgy a különböző szakok követelményétől függ. A központi felvételit kérő iskolákban pedig az írásbeli eredménye is sokat számít. Mi összegezzük a hozott eredményeket, tehát mondjuk egy nyolcadikos tanulónál hetedik évvégi eredmény, illetve a nyolcadik félévi eredmény. Ebből 100 pontot lehet elérni, és a írásbeli, a magyarból és a matematikából pedig szintén 100 pontot. Tehát összesen 200, ugye ez a maximum pontszám, ami elérhető, és ebből kerekedik ki majd ugye a felvételi pontja a tanulónak, és valahol majd ugye a ponthatár is meghúzatik. A végleges eredményről április 27-ig értesítik a diákokat. Minden megjelölt iskola elküldi a felvételi határozatot, így az elutasító leveleket is kipostázzák a tanulóknak. Fellebbezni ezt követően lehet majd, a kérelmekről pedig a tankerületi központ dönt.